Az már köztudott tény, hogy az idei esztendőben egészen másképp zajlik majd a koronavírus járvány miatt az érettségi vizsga a középiskolákban. Idén csak írásban adnak számot a tudásuktól a diákok, a szóbeli érettségire nem kerül sor. A döntés persze különböző megítélés alá esik az iskolák és az érettségizők között is. Abban a lebonyolítók egyetértenek, hogy így lehet mérni összehasonlítható módon a gyerekek tudását. Bonyhád két középiskolájában folyik a felkészülés a vizsgák lebonyolítására. Ez a koronavírus helyzet egy olyan helyzetet produkált, hogy teljesen át kellett alakítanunk az iskola működését, digitális oktatási rendszerbe kellett lépnünk. A legnagyobb aggály ugye a pedagógusoknak és az iskolának is az volt, hogy a vizsgák előtt álló gyerekeknek hogyan tudjuk megteremteni a felkészítést. Szerencsénkre a Szekszárdi Szakképzési Centrum olyan digitális oktatóprogram csomaggal rendelkezett, aminek a segítségével két nap alatt föl tudtuk állítani a digitális rendszert. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy minden gyereknek megoldjuk azt, hogy az új anyagok átadását azt online tudjuk megoldani. Tehát a mi véleményünk az, hogy csak úgy lehet a gyerekeket kellőképpen továbbvinni a tanulási úton, hogyha az új anyag bevezetése az szinte úgy, mint egy hagyományos órán, magyarázattal, élő kérdésfeltétellel megtörténik. Utána természetesen, amikor már gyakorlási fázisa van, akkor tudunk az önálló felkészülésre építeni. Aggályaink voltak, az elején a gyerekeknek, a szülőknek is meg kellett szokni. Nekünk egy kicsit talán az a könnyebbségünk, hogy középiskolaként azért a gyerekek informatikai ismeretei bővítettebbek az általános iskolához képest. Most már azt kell mondanom, hogy önműködően, ügyesen bejönnek, sőt, néha még mondom viccesen, hogy ügyesebben, mint a tanárok, elindítják az órákat, az online órát, tehát pontosan tudják, hogy mi a feladatuk, tudják, hogy kell hangot ráadni, tehát pillanatokon belül olyan ügyesen megoldják, hogy ez meglepő módon nagyon könnyedén ment át a gyerekek tudatába, hogy ez egy ugyanúgy fog folyni a tanulás, tehát az nem azt jelenti, hogy ez az időszak neki egy könnyebbség lenne. Természetesen a végzősök azok nagyon izgultak, hogy mi lesz velük. Én azt gondolom, az egy nagyon nagy megnyugtatás volt nekik, hogy elhangzott, hogy azért lesz érettségi, és az, hogy most már tudják is, hogy előre láthatóan mikor lesz az érettségi. Ez most egy különleges helyzet, ugye az érettségi a megszokott izgalommal telik és zajlik a felkészülési időszak, és most még az élet egy kicsikét megborsozta, fűszerezte. Hát a diákok részéről én úgy gondolom, hogy a felkészülési időszak az ugyanolyan hagyományos, ahogy az eddigi éveknek, évtizedeknek megfelelően zajlott. Itt esetleg még egy kis könnyebbség is lehet, hogy egy terembe kevesebben vannak, talán még ez is így a feszültséget igyekszik oldani. A gyerekek a tapasztalatok alapján szívesen vették volna a szóbeli érettségi lehetőségét, hiszen ez ad alkalmat az írásban esetlegesen elért gyengébb eredmény kijavítására. Arról nem is beszélve, hogy némelyek sokkal jobban tudnak kommunikálni szóban, mint írásban. Sok gyereknél van úgy, hogy lehet, hogy az írásbeli sikerül két jegy között, és azért az a plusz pontok számítanának, és itt meg ugye arra nem lesz lehetőség. De ugyanakkor mindent megteszünk annak az érdekében, hogy a felkészülést azért optimalizáljuk, illetve a vizsgák lebonyolításába is folyamatosan tájékoztattuk őket, hogyan lehet a vizsgákat módosítani, hogyan lehetett ezeket törölni. Egyébként nálunk senki nem töröltette a vizsgáját, tehát minden gyerek, aki jelentkezett, az fog érettségit tenni. Úgyhogy azt gondolom, sikerült közvetíteni nekik azt az információt, hogy tényleg mindent megteszünk annak az érdekében, hogy sikeresen levizsgázzanak. Hosszú évek felkészülése mellett itt a bizonytalansági tényező, hogy mondani szokás, hogy az egészség a legfontosabb, de én azt gondolom, hogy példaértékű, ahogy a diákok is, a kollégák és a család, a szülők hozzáállása itt ebben az ügyben. Jött egy rendelet, egy kormányrendelet arról, hogy hogyan lehet kialakítani a vizsgákat. Mi igyekszünk 5-6 fős csoportokban gondolkodunk, hiszen minél inkább azt akarjuk, hogy optimális legyen a feltételrendszer. Beléptetés lesz 3 bejáraton keresztül, tehát ne legyen csoportosulás, ne legyen az, hogy érintkeznek egymással a gyerekek. Tehát és erről is folyamatosan tájékoztatjuk szinte napi szinten a szülőket és a gyerekeket, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a szülőktől is, meg a gyerekektől is, hogy értékelik azt, hogy mindent megteszünk annak az érdekében, hogy ez a kellemetlen helyzet ellenére a gyerekeknek lehetőleg ne okozzon ez nehézséget, hogy azon aggódnak, hogy oldódnak meg a vizsgáik. Kifejezetten itt az egészség megóvása érdekében a védőfelszerelések kiosztása, amit ugye egyébként nem kötelező a diákoknak hordani, de a lehetőséget megadjuk. Rendelkezésünkre áll egy csarnok, ahol
a csarnok befogadó képessége az mérten jóval nagyobb helyen tudnának a diákok a vizsgát lefolytatni. Az országos tiszti orvosi főorvos asszony jóváhagyására vál az ügy. A végzősök számára az egyik legfontosabb kérdés, lesz-e idén ballagás? Az a nagy problémánk van, hogy mi is kérdeztük, hogy a gyerekeknek szervezünk-e valamilyen online formát, de a gyerekek viszont nagyon szeretnék azt, hogyha egy élő és megfelelő forma lenne, attól függően, hogy a koronahelyzet hogyan alakul, vagy júniusban lesz, amikor a rendes bizonyítványosztás lesz, akkor adjuk át mégiscsak, hiszen nagyon sok szép eredménnyel születő gyerekünk van, és azért szeretnénk megmutatni a társaiknak is, hogy milyen ügyes gyerekeink vannak, vagy pedig, ha nem, akkor viszont augusztusban fogunk egy banketszerű rendezvénnyel egyfajta elköszönést tartani a végzőseinktől, mert mindenképp szeretnénk azt a lehetőséget megadni, hogy kellő módon el tudjanak búcsúzni a társaiktól, a tanáraiktól, és ehhez úgy gondolom minden segítséget meg is fogunk kapni a szülők részéről is, és a diákok részéről is. Lesz ballagás, sőt az idejében lehet, hogy kétszer is ballagunk. Hagyományos ballagás a jelen helyzetben természetesen nem valósítható meg. Ezt egy ilyen online formában szeretnénk az iskola honlapján létrehozni, illetve hát közösen megélni. Illetve majd, amikor a járvány elmúlik, akkor azért úgy gondolom, hogy ez a 147 végzős és a rokonság és a kollégák is megérdemlik azt, hogy egy közös ünnepléssel zárjuk le az iskolai éveket.